Sziasztok! Ma, amikor a hármas kapcsolati kirakást csináltam, ugye fölmerült az a kérdés, hogy mi az, ami még ott tartja őt abban a kapcsolatban, és azt mondtam, hogy lehet, hogy csinálok ebből egy külön videót, és most csinálok. És nem gondolom, hogy mind a több ezer, mint a több ezren, akik nézitek, mindegyiküknek ugyanaz lenne a válasz. Ezért úgy gondoltam, hogy három különböző választási lehetőséget csinálok. Megnézhetitek mindegyiket, vagy amelyiket magatokhoz illőnek gondoljátok. Ugye, ő a cigánykártya, a tarot kártya és a Lenormand kártya. Ezzel fogjuk megnézni, hogy mi az, amit ő például a hármas kapcsolatban ott tartja még mindig. Úgyhogy ez most ilyen kirakás lesz, hogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi tartja még ott a így most kirakunk egy személyjelölőt, ami nem azt jelenti, hogy csak nő lehet, vagy csak férfi, hanem mi tartja őt ott abban a kapcsolatban? Mi az, ami őt ott tartja? Miért gondolja ő azt, hogy neki ott kell maradnia? Ezt erre kérdezünk rá. Miért? Mi az, ami őt abban a tartós kapcsolatban tartja, ahol hármas kapcsolatról van szó? Miért nem tud ő még kilépni onnan? Akik a cigánykártyát választottak, ők az ő esetükben mi tartja még ott ebben a kapcsolatban? Kijött rá a szomorúság, a gondolat, a szerelem, a ház és a pénzlapja. És én azt gondolom, hogy itt arról van szó, hogy az, aki érintett, a két személy részéről is érintett, ő rengeteget gondol a szerelemre, rengeteget gondol az érzésére, nagyon szomorú a jelenlegi helyzet miatt, de. És a szerelem, ez így ketté vágja ezt az egészet, hogy de. De ott van a ház és ott van a pénz. És bármennyire furcsa is, én úgy érzem, hogy mint hogyha ez így növekedne kifelé, tehát nem csökkenne, nem a csökkenő fontossági sorrendet mutatja, hogy szerelem, ház, pénz, tehát ez a, ilyen módon csökken, hanem pont fordítva, hogy a szerelem a legkevésbé fontos, aztán a ház és a pénz, az a mindenek a teteje, ami az ő gondolkodásában fontos. És röviden csak ennyi a válasz, de azért még rákérdezünk, hogy mit jelent itt a szerelem az ő gondolataiban. A szerelemmel kapcsolatosan neki milyen gondolatai vannak? Mit gondol ő a szerelemmel kapcsolatban? Kijött rá a találkozás, az utazás, a bíró és a kevés pénz. És itt még az is bejátszik, hogy ő nagyon szeretne találkozni, nagyon szeretne dönteni, de nagyon kevésnek érzi magát. Úgy unblock, kevésnek érzi magát. Kevés a pénze, kevés a ház, kevés, amit ő adni tud. Egyszerűen ő kevésnek érzi magát, így, ahogy van. És az, ahol ő van,
Lehetséges, hogy ő egy más társadalmi réteghez tartozik, lehetséges, hogy ő egy más egzisztenciával bír, mint mondjuk az új kapcsolata, és azt ő nem tudja feladni, vagy kevésnek érzi magát. Például, amikor az új kapcsolata a jobb körülmények között van, akkor ő szégyenli, hogy ő neki csak ennyi van. És lehet, hogy ezt nem mutatta ki korábban, de ezt is megfordulhat a fejében. Mit jelent itt a pénz? Megkérdezzük a pénzt. Kijött rá a gyermek, a váratlan öröm és a lelkész, és áverzió. Ha gyermekről van szó, már úgy értem, hogy van az ő kapcsolatában, meglévő kapcsolatában a gyermek, akkor az újra és újra valamilyen lelki örömöt szolgáltat a számára, ilyen, ami nagyon fontosnak érez, ahol van gyermek. Ha nem a gyermekről van szó, tehát már nincsen gyermek, a felnőtt gyermek is gyermek. Tehát ezt így néhányan írjátok, hogy már felnőtt a gyermek, az is gyermek. És egy szülő szemében a felnőtt gyermek is gyermek, és az is tud ugyanolyan örömöt és meglepetést okozni, mint egy kisgyermek, és ugyanúgy tud, sőt, jobban tud a szülőt manipulálni arra, hogy ott maradjon, de itt most nem erről van szó, nem ezt érzem, hanem inkább azt, hogy aki benne van, akinek változtatni, választani kellene, ő neki okoz örömet időnként ez a gyermek. És ahol pedig nem gyermekről van szó, ott pedig olyan meglepő dolgok történtek a közelmúltban, amelyik őt megérintették. Lehet, hogy azáltal, hogy mondjuk ti rávilágítottatok, bár bocsánat, az új kapcsolódás rávilágított egy élethelyzetére olyan szemszögből, ahogyan ő nem gondolta. És rájött, hogy az neki fontos. Nem, eszébe sem jutott korábban úgy tekinteni például a családjára, hogy az neki biztonságot ad, vagy hogy az ő valódi köteléke, vagy egyes esetekben ugye az is előfordulhat, hogy amikor elveszíteni, akkor jön rá, hogy az neki tényleg sokat jelent. És nem azt jelenti, hogy ő valóban ott akarja hagyni, változtatást szeretne benne, és nem ott hagyni. És én itt ezt érzem ebből a lapból, ahol nem a gyermeket jelenti a gyermek, hanem egy újra kezdést, egy új nézőpont szerinti megvilágosodott helyzetet, ami őt arra ott maradásra készteti. Jó, hát akkor akik a cigánykártyát választották, nekik ez az üzenet érkezett. Jó, akkor megnézzük, hogy akik a tarotkártyát választották. Sziasztok, akik a tarotkártyát választottátok, megnézzük, hogy nektek mi az üzenet, hogy miért maradott a hármas kapcsolatban az a személy a tartós kapcsolatában, miért nem lép. Arra kérünk most választ, hogy ő miért nem lép ki onnan, miért maradott benne. Arra kérünk választ, hogy miért marad ő ott benne, abban a kapcsolatban. Mi az, ami őt ott tartja? Mi az, ami őt ott tartja, abban a kapcsolatban? Kijött rá a botok hármas, a
kardok, tízes a torony, a kelyhek, ötös és a csillag rapja. És úgy látom ezekből a lapokból, hogy ő tulajdonképpen már eldöntötte azt, hogy mit szeretne, de olyan mélyen megsebezve érzi magát a jelenlegi helyzetében, hogy nem tud mozdulni. Olyan, mint hogyha oda lenne szögezve. És ugyanakkor meg mérhetetlen fájdalmat él meg azok miatt, amit elveszíthet, hogyha ő lépne. De nem csak az, hogy most oda van szegezve, tehetetlenségre kényszerítve, hanem ez borzasztóan fáj is neki, és ebből neki föl kell előbb gyógyulnia. És a toronylapjával azt érzem, hogy ő ebből önállóan nem is lesz képes kijönni ebből a helyzetből, ebből a szituációból. Gyógyulni fog, ő fog változni, fog erősödni, de az univerzum vagy az égiek beavatkozására lesz majd szükség ahhoz, hogy őt fölállítsák onnan a földről. De megkérdezem, hogy mit jelent itt a botokhármas. A botokhármassal kapcsolatban megtudhatunk-e valamit? A botokhármassal kapcsolatban. A botokhármassal kapcsolatban. Ott van, kijött a kardok ásza és az uralkodó nő, és mondom, hogy ő meghozta már a döntését tulajdonképpen, hiszen a keze a egyik boton van. Volt neki egy felismerése, egy ráébredése, az, hogy van számára valaki, aki az uralkodó nőt testesíti meg. De egyelőre ez a felismerés, ez őt letaglózza. Olyan érzelmi fájdalmat él át pillanatnyilag, amivel nem tud mit kezdeni. Mit jelent itt a csillag? A csillag lapjára kijött az érmék hatos és a botok nyolcas. Igen, tehát a csillag az érmék hatossal egyfajta kiegyenlítődés, az érzelmeinek a helyre billentése, ez a mérhetetlen fájdalomnak a feldolgozását kell, hogy megoldja, amit a botok nyolcasával azt mondják a lapok, hogyha több lenne a kommunikáció, vagy lenne valaki, akivel ezt ő át tudná beszélni, akkor az felgyorsítaná ezeket az eseményeket. De itt most én határozottan az jött itt közben, mikor ezt mondtam, hogy lenne valaki, akivel át tudná beszélni, ne az új kapcsolódás legyen az a valaki. Ne ők akarják, ne ti akarjátok azt, hogy ti majd megmondjátok neki, hogy mi a jó és mi a nem jó. Valaki független, külső személyre lenne szükség, aki ő neki rávilágítana azokra a dolgokra, hogy miért a három kelyhet csiratja, amikor van mögötte kettő, egy csodálatos két teli kehely, azzal mögötte ott van a híd, ahol átmehet azon a folyón, az érzelmek folyóján, ami eddig őt elválasztotta a gazdagságtól, a bőségtől, de pillanatnyilag nem látja ezt, és ő csak siránkozik, magát siratja, siratja az életét, siratja a helyzetét,
hiába ésszel tudja, hiába tudja azt, hogy mit kellene tenni, nem képes rá pillanatnyilag még gyógyulnia kell, még lelkileg fejlődnie kell, és a toronylapjával én ezt ígéretnek veszem, ígéretnek az égéjét részéről, hogyha ő nem csinálja meg ezt a kiegyenlítődést, csak a önsajnálkozásba merül, a siánkozásba, akkor sokára ugyan, mert a csillagjapja nem ígér gyors változást, de közbeavatkozás lesz a föntiek, az égiek, az univerzum részéről, mert nem fogják hagyni neki ezt, hogy ő ezt a végtelenségig művelje. És még egy dolog jött ki, jött így közben, miközben ezt így mondom, hogy mondjam el azt is, hogy de ebből ne következtessen senki arra, hogy akkor őnek érdemes válni, mert egyáltalán nem biztos, hogy az a híd ott mögötte az hozzád viszi, hogyha te vársz rá. Egyáltalán nem biztos. Az, hogy át tud menni rajta, az lehetséges, de nem biztos, hogy hozzád vezet az út. Ezt kaptam most így plusz üzenetbe. Tehát amikor vársz, akkor ezt is vedd számításba, hogy hiába vársz, és az idő, az hiába telik el, nem fogod megkapni, amire most úgy gondolod. Sajnálom, hogy ezt mondtam, de ezt kaptam. Én nekem most így ez volt, ami így mondtak. Köszönöm a tarotkártyát választóknak, hogy itt voltatok, megnéztétek. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok, és kívánom, hogy okosan a szíveddel és a lelkeddel beszéld át ezt, hogy mit tegyél most ebben a helyzetben, mert ez engem is mellbe ütött volna. Meg hát mellbe is ütött az, hogy én most ilyet kijelentettem. Köszönöm, sziasztok! Akkor sziasztok, akik a Lenormand kártyát, a hármas csomagot választottátok. Megnézzük, hogy számotokra mit mondanak a lapok, miért van ő még abban a kapcsolatban, amiben hármas kapcsolódás, három személyes kapcsolatnál, miért van ő még a jelenlegi tartós kapcsolatában, miért nem akar ő onnan kimozdulni. Mit mutatnak a lapok, miért nem akar ő onnan mozdulni. Lássuk! Mit mutatnak a lapok? Miért nem akar ő onnan mozdulni? Kijött a kert, a levél, a hegy, a madarak és a korbács. És ebből nekem az jött kapásból, hogy neki nagyon fontos, hogy mit mond a környezet, mit szólnak a barátok, mit szólnának az ismerősök, kipletykálnák, és ezt őt nagyon rosszul érinteni, és rengeteg akadályt lát ő abban, hogy ő most onnan eljöjjön, és biztos, hogy sokan figyelmeztetnék arra, hogy ő nem ezt ígérte meg, amikor ebbe a kapcsolatba belebonyolódott. Lehet, hogy vannak közös barátok, akikkel eddig is összejártak, és akkor azok mit szólnának, és mindent a szemére vetnének, és ez annyi problémával járna, amit ő most nem akar bevállalni. Egész egyszerűen ő fél ettenek a fájdalmát, a nehézségeit fölvállalni, és nem akarja ezt így ő. Lássuk, hogy mit jelent itt ez a levél. A levél mit jelent itt? Mit jelent itt ez a levél most?
Mit jelent a levél? Kijött rá a csokor és a hajó. És azt gondolom, hogy ő szép lassan azt hiszem elkezd távolodni. Szép lassan távolodik, de hova megy ez a hajó? Megkérdezem még. Hova megy ez a hajó? És mi van a világos oldalán a felhőnek? Hűség. Hát, ugye kijött rá a hajó, hogy mi van a hajó előtt a felhőt, és a felhő világos oldalán a hűség van, és én itt a hűséget, a jelenlegi helyzetéhez való hűséget érzékelek, és ebből azt gondolom, hogy ő jelenleg kihátrál az új kapcsolódásból. Nagyon lassan, nagyon láthatatlanul, nagyon szépen a virágcsokorral leplezi azt, hogy ő valójában éppen kihátrálásban van, de és lehet, hogy maga elől is, lehet, hogy magának is ezt így nem így mondja, mert hogy a hajó tulajdonképpen a felhőbe viszi egy láthatatlan helyre, de ha ott kivilágosodik, akkor tulajdonképpen a hűsége marad, meg a hűséget találja, és én nekem ezt mondom, azt a hűséget jelenti, amit a jelenlegi élethelyzetével szemben vagy kapcsolatban érez. Lássuk, mit jelennek itt a madarak, mit jelentenek a madarak. Madarak a... A felhő és a férfi főszemély, nem a felhő, a hold, és a férfi főszemély, és azt hiszem, hogy az ő környezetében már most is pletykálnak azokról a titkos dolgokról, amiket ő csinál, és ez nem esik neki jól. És valószínűleg ezért is van itt, amit az előbb is mondtam, hogy ő szép lassan elkezd ebből az új kapcsolódásból kihátrálni, mert ő neki sokkal fontosabb az ismerősei, a környezetének a mit szólnak hozzá, a véleménye, mint az érzései, mert itt nem jöttek ki érzések. Sehol. Ebben a Lenormandosban nem jöttek ki érzések. Tehát nem igazán van ebben sok érzelem részéről. Úgyhogy itt hosszú távon azt gondolom itt, hogy ő ezt az utat választja. Köszönöm, hogyha itt voltál, és meghallgattad a Lenormand kártyát, hogy mit mondanak számodra, hogy ő miért nem akar otthagyni azt a kapcsolatot. Remélem, hogy azért mindenkinek a lehető legjobban alakulnak a dolgai, és talán ez a válasz, ez megadja számodra azt a döntési helyzetet, vagy azt az információt, amire szükséged van ahhoz, hogy megfelelően és jól tudjál dönteni, akármit is döntesz, a te döntésed lesz, és biztos, hogy abban a pillanatban a lehető legjobb döntést hozod, amire csak képes vagy. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok, és ha megírod, hogy mit gondolsz, örülök neki. Minden jót, sziasztok!